Szombattól visszatér a maszkviselés, kötelező a harmadik oltás az egészségügyi dolgozóknak. Előzetes regisztráció sem kell, hétfőn indul az oltási akció hét. Összeült a városi diák közgyűlés, az új diák polgármester letette az esküt. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit november 19-én, pénteken 19 órakor az aktuális látják a nap legfontosabb híreivel. Szombattól ismét kötelezővé tette a kormány a zárt terekben a maszk használatot, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány mindenkinek javasolja a harmadik megerősítő oltást. Beszámolt arról is, hogy az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az egészségügyben kötelező lesz a harmadik oltás, az iskolák igazgatói pedig saját hatáskörben rendelhetnek el kötelező maszkviselést. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a friss járványadatok ismertetésével kezdte a tegnapi kormányinfót. Azt mondta, a matematikusok előrejelzései szerint november végén, december elején tetőzhet a koronavírus járvány negyedik hulláma. Az oltatlanok az oltottakat is veszélyeztetik, ezért a kormánynak újabb döntéseket kellett hoznia, fogalmazott a miniszter. Zárt térben ismételten kötelezővé tesszük a maszk használatot. Továbbra is csak védettségi igazolványal lehet látogatni az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, és az egészségügyben a harmadik oltás felvételét is kötelezővé tesszük. Tervezünk ehhez hasonló lépéseket az államigazgatáson belül is, az állam igyekszik jó példával előjárni. Az iskolák igazgatói pedig saját hatáskörben rendelhetnek el kötelező maszkviselést. A maszkviselési kötelezettség zárt térben szombaton lép hatályba, tehát péntek éjféltől, szombat az első nap, amikor ez kötelező. Ennek megfelelően korábban már döntöttünk arról, hogy tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszk viselése, ez továbbra is fennmarad. Az üzletben történő vásárlások során, bevásárlóközpontokban, kivéve irodákban, illetve sportolás céljára szolgáló helyiségekben, levéltárban, múzeumban, színházban, moziban is kötelező, illetve közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitváló területén. A politikus elmondta, a szakemberek továbbra is azt erősítik meg, hogy érdemi védettséget a koronavírussal, különösen annak delta variánsával szemben csak és kizárólag az oltásad. Azt látják, folytatta a miniszter, hogy azokban az országokban sikerült megfékezni a vírus terjedését, ahol a második oltást harmadik is követte. Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják a jövő héten, amíg oltatlanokat és akár az elmaradt második, harmadik megerősítő oltást felvenni kívánókat is. Egyes megyékben, szakrendelőkben is elérhető lesz az oltás. A kórházi oltópontok hétfőtől vasárnapig reggel 7 és este 19 óra között lesznek nyitva. Egyes megyékben, szakrendelőkben is elérhető lesz a vakcina az oltási akció héten. A szakrendelőkben kialakított oltópontok nyitvatartása azonban eltérő lehet. Az akció héten előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni az oltópontokra. Ez esetben az oltás érkezési sorrendben történik majd, és az első oltakozókat a helyszínen regisztrálják. Szolnokon a Jász-Nagykun Szolnok megyei Hetényi Géza kórházban az egyes oltópontnál időpontfoglalással az első-második körös oltást, míg a kettes oltópontnál időpontfoglalás nélkül az első-második körös oltást sorszámosztással vehetik fel. A hármas oltópontnál időpontfoglalással a harmadik körös oltást, a négyesnél időpontfoglalás nélkül szintén a harmadik körös oltást adják be. A Hősök téri rendelőintézetben kialakított három oltópontnál felvehető az első, második, harmadik körös oltás is, időpontfoglalással vagy anélkül.
Az oltópontokról és a nyitvatartásukról a koronavírus.gov.hu-n tájékozódhatnak. Az oltópontokon 5 vakcina áll majd rendelkezésre. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A Sputnik már elfogyott. Mindenkinek ajánlott a 3. oltás felvétele, aki elmúlt 18 éves és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta. A személyi okmányokat, a kitöltött beleegyező nyilatkozatot, az előző oltásaik igazolását minden oltakozó vigye magával. Továbbra is a MOL a legnagyobb árbevételű Magyarországon működő cég, ez derül ki a napokban megjelent top 500-ból. A 5000 legnagyobb cég közül 14 a megyében van, ezek közül a 3 legnagyobb a Jászságban működik. Jász-Nagykun-Szolnok megye 14 céggel képviselteti magát a legjobb 500 között. Kelet-magyarországi összevetésben ez igen jó mutató, hiszen Békés és Nógrád megyéből csak egy-egy vállalat került a legnagyobbak közé. Pest megyéből 67, Borsodból 20, Bács-Kiskunból 16. Viszont a Dunántúlon is csak 3 olyan megye van, amelynek több cége van a top 500-ban, mint Jász-Nagykun-Szolnoknak. A 14 megyei top 500-as cég összes árbevétele 1838 milliárd forint volt 2020-ban. Közülük a jászfényszarúi Samsung a legnagyobb, az országos listán 5. dél-koreai tulajdonú cég egymaga nagyobb árbevételt produkált, mint a másik 13 együttvéve. Az ország 82. legnagyobb árbevételű vállalata lett a jászberényi Electrolux. A hűtőgépgyár árbevétele ugyan 19%-kal csökkent 2019-hez képest, de így is meghaladja a 165 milliárd forintot. A 3. helyen is jászsági cég áll, a Jász Plastik Kft., amely 2019-hez viszonyítva 6%-os árbevétel növekedést tudott elérni tavaly. A 159 milliárd forint az ország 89. legnagyobb vállalatává tette. A 4. a tószegi kerékpárgyártó cég 111 milliárd forintot meghaladó árbevétellel, a megye 5. egyben Szolnok legnagyobb vállalata a tavalyi árbevétel alapján a Tiszakóp ZRT, 6. pedig a Törökszentmiklósi Klász. Az ország 500 legnagyobbja közé befért még például az Eagle Ottawa és a Coop Szolnok ZRT is. E 14-en kívül még több nagy vállalat is van a megyében, ám ezek, mint például a Stadler Trains, azért nem szerepel a 14-es listán, mert a cég székhelye nem a megyében van. Háztűzben vesztette életét egy nő és kutyája Rákóczi falván. A szerencsétlenség még szerdán történt a településen. A különös esethez a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltóit riasztották. Ehhez a Rákóczi falvi házhoz érkeztek a katasztrófavédők a hét közepén, az épületben egy 60 év körüli hölgy élt kutyájával. Az elhunyt nőt a szomszédai kezdték hiányolni, miután sem őt, sem házi kedvencét nem látták, illetve hallották. Ismerni ismertük, mert ugye jó szomszéd. Azt, hogy a héten még nem láttuk. Múlt héten láttuk, a héten már nem láttuk. És a sarki szomszéd szólt a bátyjának, hogy majd kellett átír, hogy nem ugott a kutya se. Nem hallja, és akkor jött a bátyja, ment, és akkor már halva találta. Az idős hölgy magányos és visszahúzódó volt egyik szomszédja szerint. A katasztrófa őket is megdöbbentette. A tűzokát mindenki csak találgatja. Gázzal tüzelt. De hogy találtak ott valami csikket, meg mit tudom én, hogy dohányzott-e, vagy valami, abból keletkezett a tűz. A bejelentés követően a helyszínre a megyei katasztrófa védelem 4 tűzoltója vonult ki, akik felderítették a helyszínt, majd elzárták az épület közműveit, illetve hőkamerás méréseket végeztek. November 17-én a délutáni órákban értesítette valaki a tűzoltókat arról, hogy hozzátartozóját már napok óta nem látta, ezért bement hozzá Rákóczi falván lévő házába. A férfi a ház hálószobájában megtalálta hozzátartozóját, aki elhunyt, illetve egy korábbi tűz nyomára is bukkant. A Szolnokról hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A tűz pontos keletkezés idejét, helyét és okát a katasztrófa védelem még vizsgálja. Háborús övezetekben teljesítenek majd szolgálatot azok a katonák, akiket 2 héten keresztül képeztek a szolnoki béketámogató kiképzőközpontban. A 9 országból érkezett tisztek összekötői feladatokat látnak el a szemben álló felek a kormányzati szervek között. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, sir.
Ünnepélyes alkalom a szolnoki béketámogató kiképzőközpontban. Az 5. békeműveleti együttműködési tanfolyam az oklevelek átadásával zárult. A 2 hetes képzésen a magyar mellett 10 nemzet katonája vett részt, 9 ország hallgatót delegált, míg Finn és Görögország egy-egy oktatót. Nagyon kiválóra értékelem ezt a tanfolyamot. A képzés résztvevői alapvető ismereteket kaptak az ENSZ, a NATO, az Európai Unió és az Afrikai Unió békeműveleti eljárásrendjéről. Számomra hatalmas élmény volt részt venni ezen a tanfolyamon. Személyes büszkeség, hogy én vagyok a ciprusi Nemzeti Gárda első olyan tagja, aki magyarországi kiképzésen vehetett részt. Az instruktoroktól minden szükséges tudást megkaptunk ahhoz, hogy nemzetközi béketeremtő műveletekben elvégezhessük az összekötői feladatokat. A 2 hetes képzés nyelve az angol, ezen a nyelven kommunikált egymással a pakisztáni és albán katonatiszt, csak úgy, mint az egyiptomi és az észak-macedón ezredes. Ez igazából azoknak a katonáknak nyújt nagy segítséget, akik háborús, missziós területen dolgoznak, és igazából a szervezési-tervezési munkákban vesznek részt. Tehát az ő feladatuk kapcsolattartás a helyi vezetőkkel, legyen az a polgármesterek, a városi vezetőkkel, rendőrkapitányokkal, NGO-kkal természetesen, és ezekre kapták meg itt a felkészítést, mind elméletben, mind gyakorlatban. A képzés utolsó napján minősítő tesztet is ki kellett tölteniük a hallgatóknak, osztályozniuk kellett a vendégszeretettől az elhelyezési körletükön át, az instruktorok felkészültségéig mindent, amiben részük volt a 2 hét során. Ez az aktuális, a Szolnok Televízió híradója november 19-én pénteken. Most nézzük, mi lesz még a folytatásban egy-egy mondatban. Újabb elismerés, miniszterelnöki külön díjat kapott Szolnok a Magyar Turisztikai Ügynökség versenyén. Újra pályára lépnek a szolnoki focisták, a Szegedet fogadja a MÁV FC. Első alkalommal ült össze az idei tanévben a város diák közgyűlése. A középiskolás fiatalok 5 napi rendi pontról döntöttek. A közgyűlést Szolnok új diák polgármestere Albert László vezette le, aki eskütételével ma hivatalába is lépett. Szolnok megyei jó város fejlődésének érdekében, fejlődésének érdekében, Az új diák polgármester esküjével, illetve a város kulcsának átadásával vette kezdetét a 2021-2022-es tanév első diák közgyűlése. Az eseményen a fiatalok azokról a programokról, fejlesztésekről, valamint lehetőségekről tárgyaltak, amelyek meghatározzák a diák életet az idei esztendőben. A tanulók érdekeit, illetve törekvéseit a diák önkormányzat a város több éves támogatásával igyekszik teljesíteni évről évre, ezért is fontos a diák közgyűlés és a hasonló rendezvények, mint mondta az új diák polgármester. Albert László emellett ismertette az ülésen résztvevő bizottságokat. Úgy áll össze, hogy van egy szociális és kulturális bizottságunk, illetve van egy kommunikációs bizottság, van még egy környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság, illetve egy sport és egészségügyi bizottságunk. És ugye ez az 5 bizottságunk van. Most. A közgyűlésen az elmúlt 2 év eseményeiről, illetve tapasztalatairól Háló Dániel, a leköszönő diák polgármester számolt be. Előadásában kiemelte, voltak olyan már működő programok, amit a járványhelyzet miatt a városi diák tanács tagjaival újra kellett tervezni. Mint például a Házhoz visszük a szeretetet elnevezésű projekt, amit utoljára a fiatalok 2019. decemberében 90 tanulóval tudtak lebonyolítani, segítve ezzel a szociálisan rászorulókat. Háló Dániel az elmúlt 2 esztendőt a vírus miatti nehézségek ellenére eredményesnek ítélte. A diák közgyűlésen részt vett a város polgármestere. Szalai Ferenc kiemelte, Szolnokon olyan fiatalok élnek, akik tudják képviselni társaikat, és véleményüket képesek a város vezetése felé közvetíteni. A megyeszékhelyen tanuló középiskolások az ország minden felsőoktatási intézményében megállják a helyüket. Nekem az egyik legnagyobb büszkeség az, hogy a fiataljaink mennyire hatékonyak, mennyire kreatívok, és
mennyien vannak bármely felsőoktatási intézményben szerte az országban? Debrecentől Sopronig. Rengetegen vannak Szolnokról, mert az itteni iskolákban a képzés azon a szinten van, amiből a szolnoki gyerekek, a Szolnok térségi környéki gyerekek bármely szakmában el tudnak helyezkedni, egyetemre mennek, főiskolára mennek, diplomát szereznek. A polgármester hozzátette, fontos, hogy a diákok elmondják véleményüket, mert a város csak így tudja azokat a feltételeket megteremteni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a fiatalok visszatérjenek Szolnokra. Miniszterelnöki különdíj Szolnoknak. A Magyar Turisztikai Ügynökség Virágos Magyarország versenyének eredményeképp újabb elismerést vehetett át a megyeszékhely, miután a 30 ezer főnél nagyobb települések kategóriájában a legvirágosabb úticél versenyt megnyerte, most külön díjas is lett a város. Az oklevelet és a vele együtt járó 500 000 forint támogatást az Ormos Imre Parkban vette át Szalai Ferenc polgármester. Közel 50 ezer tő színes virág, ennyit ültetnek ki minden tavasszal Szolnok közterületeire. Évről évre egyre több a fa, nő a zöld felületek mérete, és minden esztendőben 2-3 ezerrel több virág pompázik a városban. Először 2017-ben nyerte meg a megyeszékhely a 30 ezer főnél nagyobb települések közt a legvirágosabb úticélversenyt, majd ezt követően idén nyáron is Szolnoké lett a fődíj. A Magyar Turisztikai Ügynökség megmérettetésén újabb elismerés érkezett a városba. Miniszterelnöki külön díjat kapott Szolnok. Fejér Andor alpolgármester úr vezényletével a Városüzemeltetési Igazgatóság, illetve a Városüzemeltetési Kft. És Fodor György úr által vezetett munkalehetőség a Jövőért Köztársaság nagyon sokat dolgozott azért, hogy a városban tényleg rengeteg zöld terület legyen, gondozott zöld területek legyenek, sok virág, fű, fa, bokor, de gondozottan legyen a városban. A verseny célja, hogy minél vonzóbbak legyenek a városok a turisták számára, és hogy minél kulturáltabb környezetben élhessenek az emberek saját településükön. A kulturált és vonzó környezet együtt jár az életminőség javulásával, a környezettudatos gondolkodás kialakításával és az épített örökség megőrzésével. Maga az, hogy egy város virágos, az egy szolíd, szerény dolognak tűnik, de valójában nem az, sőt, talán az egyik legfontosabb dolog az itt élők számára. Mindannyian ismerjük a nyugati városok elvadult állapotait, és nagyon szeretnénk, hogyha mi ezt elkerülnénk. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett verseny szakmai zsűrije a virágos parkok, terek mellett pontozta a hulladékgyűjtést, a lakosság, illetve a civil szervezetek aktív részvételét is a városban. Egyetlen mérkőzésre szorítkozik ezen a hétvégén a szolnoki élsport, hiszen sem a pólósoknál, sem a kosarasoknál nem rendeznek bajnoki fordulót. A labdarúgók viszont 2 hét után újra pályára lépnek. A szolnoki MÁV FC vasárnap kora délután a Szegedet fogadja. Ugyan hétvégén nincs tétmérkőzés formájában megmutatkozó elfoglaltsága a szolnoki vízilabda csapatnak, friss információ mégis akad. A Magyar Vízilabda Szövetség elkészítette a Magyar Kupa 4-es döntőjének sorsolását. Eszerint az elődöntőben a Ferencváros a Vasassal találkozik, a másik párban pedig Szolnoki Dózsa OSC mérkőzést rendeznek. A kupa döntő házigazdája idén Sopron lesz, így a 4 csapat közül egyik sem élvezheti a hazai pálya elődjét. Az elődöntőket december 10-én pénteken rendezik, a finálét pedig másnap. A versenykiírásnak megfelelően bronzmérkőzést nem rendeznek, így az elődöntő vesztesei automatikusan a 3. helyen végeznek. Ebben a szezonban már 2 fronton volt Szolnok-Szeged összeakaszkodás. A kosárlabda bajnokság első fordulójában 77-76-ra az Olaj nyert, míg a pólósoknál a 3. játéknapon Szegeden győzött a Dózsa 13-8-ra. Vasárnap lesz teljes a paletta, hiszen a szolnoki MÁV FC a Szeged Csanád Grosics Akadémiát fogadja a Tiszaligeti stadionban 13 órától. A Szeged 15 forduló után az 5. helyen áll 25 ponttal. Legutóbb október 17-én Csákváron szenvedett vereséget 3-1-re kapott ki.
Azóta kétszer játszott döntetlent, a 14. fordulóban 2-0-ra legyőzte a Kecskemétet. Idegenben 50%-os a mérlege, hiszen háromszor nyert, kétszer játszott döntetlent és háromszor szenvedett vereséget vendégként. Nincs túl jó szériában a Szolnoki MÁV FC, amely 18 megszerzett pontjával a 12. helyen áll jelenleg. Legutóbb október 3-án a Budafok ellen tudott nyerni 1-0-ra, azóta 5 meccses nyeretlenségi sorozatot él a csapat, amely ezen az 5 mérkőzésen csak 2 pontot szerzett, 2 rúgott és 5 kapott góllal. Igaz, a 2 döntetlen éppen az előző 2 fordulóban jött össze, a Békés Csaba és a 3. kerület ellen. Hazai pályán nem rossz a MÁV, hiszen eddigi 18 pontjából 12-t a Tiszaligeti stadionban szerzett. Háromszor nyert, ugyanennyiszer x-elt és kétszer kapott ki. Nagyon nem lenne jó, ha ennek a sormintának mindegyik mutatója 3-as lenne vasárnap délután. Kedves nézőink, most pedig nézzük, miről ír az Új Néplap szombaton. A fenntarthatóbb életmód felé vezető út sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Mindössze egy kis tájékozottság és tudatosság szükséges hozzá. Néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk környezetünk megóvásáért, hiszen ma már rengeteg olyan termék áll rendelkezésünkre, melyek segítségével hulladékmentesebb otthon teremthetünk. A témáról az Új Néplap szombati számában olvashatnak, mely ezúttal Szolnoki oldallal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Szombattól visszatér a maszkviselés, kötelező a 3. oltás az egészségügyi dolgozóknak. Előzetes regisztráció sem kell, hétfőn indul az oltási akció hét. 16 katona kapott összekötői kiképzés Szolnokon, háborús övezetekben teljesítenek majd szolgálatot. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szummával szombaton, hírek plusszal hétfő reggel, ismét aktuálissal pedig hétfőn 19 órától várjuk majd Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!